Ez is csak kis csuka. Mi van, bújj? Szerintem lehet, ez harapta el a zsinóromat az előbb. De nincs a szájába. Hogy? Vissza is engedtem. Hát vissza a hát. Csak a fogásról. De leharapta a csalit pont itt a csónak fölött. Bár mondjuk leharaphatta az előbbit is, mert hogyha nem akadt, akkor kiesett a szájából. A másik műszeri nem volt a szájában? Nem, szerintem hát nem akadt neki, csak gondolom rávágott, az pont elkapta a Damilt. Azt lehet, hogy ki is rázta, meg lehet észre se vette. Olyan gyenge ez a zsinór, mint a harmat. A frász hoztad rám. Hát ott már mindenre a pontyok jönnek, hallod. Úgy kell őket elzavarni a csalitól. Hát ezek a harcsák nem nagyon jönnek. Már a szakértőknek se. Na, megvan a másik. Ez is a süllyedő csalira vágott rá, mint amikor elharapta. Na, már szebb. Erről csinálunk egy fotót is.
Vagyis csinálnánk fotót, hogyha a telefon hagyná. Jó, hagyjad már békén. Hát ez a bénázás, ez már nagyon megy nekem. Bogyó, hagyd békén. Ilyen szép. Be van. Csak alulról. Rátekeredett a horgonyra. Csónak is mindig úgy fordul, hogy hátrafele vagyok, amerre horgászok. Csapágyos lett az orsóm. Na, most már ide jött a falevél.
Na. Homlokon durrantott volna, hallod? Úgy zakatol ez a kínai orsó, mint a szegedi gyorsvonat. Hát szerintem még háromszor is. Volt itt egy hal tavaly, mindig legyalogoltam ide, minden nap kifogtam. Aztán jöttek ide ilyen srácok, kifogták ők is, na aztán többet nem fogtam ki. De addig kifogtam, vagy 10-szer.